Többek között támogatásokról is döntöttek Dombóvár város legutóbbi testületi ülésén. 2023-ban a sportszervezetek között 50 millió forintot, a civilek között pedig 4 millió forintot osztottak szét. Az ülésen a legnagyobb vihart a képviselők tiszteletdíjának emelése okozta. A képviselő testületi tagoknak és a két alpolgármesternek a tiszteletdíja 15%-kal fog emelkedni. Véleményem szerint, amikor ekkora megélhetési válság van az országban és ezen belül Dombóváron is, ez egy nagyon nagy mérvű emelés. A képviselők és az alpolgármesterek nem bérért dolgoznak, tehát olyan indokokat, hogy mekkora az infláció, meg mennyivel több a rezsi, amit felhoztak képviselő társaim, ezt én nem tudom elfogadni. Pintér Szilárd polgármester szerint ideje volt az emelésnek. 2023-ban, amikor elmúlt közel már 3,5-4 év 19 óta, joggal került az a kérdés napirendre, hiszen 2017-ben meghatározott összegér volumenben dolgoztak képviselőink egészen idáig, és ez a mondat majdnem igaz lenne akkor, hogyha 20-ban nem tanúsítottunk volna önmérsékletet, és 30%-kal ne csökkentettük volna a képviselők tiszteletdíját. Ez az állapot 18 hónapon keresztül tartott, akkor helyeztük vissza a 2017-es értékre, és azt gondolom, hogy 2023-ban azáltal, hogy 15%-kal tudtuk rendezni ezeket az ellátásokat, nagyon fontos lépés volt a város életében. A polgármester, mint mondta, meg van győződve arról, hogy azok a képviselők, akik ma a testületet alkotják, azok tisztességesen végzik a munkájukat, és mindent megtesznek azért, hogy a városban élőknek könnyebb legyen az életük. Az ülésen döntöttek még a 2023-as útfelújítási munkálatokról és a városnapi kitüntetettekről is.